A sokoldalú edzésformák közül a kettlebell a legnépszerűbb. Ebben a kategóriában jeleskedtek a sportolók. Korosztálytól független és családias hangulatban telnek az edzések, mondta Kis Csaba edző. A Bonyhádi Spártai Akadémia Egyesületnek az elnöke vagyok, és ez a Bonyhádi Spárta Akadémia Egyesületen belül a kettlebell, amivel mi túlnyomó részt azt mondom, hogy ebben foglalkozunk. Foglalkozunk mással is, mint a háttérben látszik. Most épp a benti hátsó teremben folyik a golyos kettlebelles edzés. Készülünk a jövő héten megrendezésre kerülő IKMF világbajnokságra. Nyáron már voltunk, egyen az a VKSF, egy másik szervezetnek a világbajnoksága. Bent vannak a kis versenyzőink, akik világbajnoki címet is szereztek. A nullától, ahogy mondom, hogy a 99 éves korig van 75 éves versenyzőnk is, Feri bácsi, és sőt még van a szenior női csapat, őt szeretném őket kiemelni, ők is itt vannak. Ott is van egy 74 éves hölgy, aki itt a sport, hát én azt mondom, hogy minden mozgásformája meg, itt nálunk megtalálják. Kettlebell sportágba értük el, márciustól, igazából január óta megy a felkészülés, márciusban volt az első verseny, az volt egy országos bajnokság. Áprilisban volt egy világbajnoksági kvalifikációs verseny, az is magyar bajnokság, utána nyár közepén volt egy világbajnokság, és most a következő világbajnokság a másik szervezetnél. A fiatal sportolók elmesélték, hogy miért szeretnek ebbe a közösségbe járni, és milyen eredményeket tudnak felmutatni. Tudok benne erősödni, és hogy jól tudom magamat benne érezni. Budapesten voltunk, országos bajnokságon, második lettem. Első helyezések is születtek, így a budapesti világbajnokság a következő lépcső. Júniusban voltam a világbajnokságon, és ott első helyezést értem el. Hát igazából azért szeretem, mert tele van kihívásokkal, és hogy mindig egyel többet szeretnék csinálni, meg nehezebb súllyal. Fél órán keresztül kellett minél többször kinyomni a golyót, és a vége már fárasztóbb volt, de hát élveztem. Négy ellenfelem volt, és ők is ügyesek voltak. És most készülök a következőre, az egy hét múlva lesz, igen, jövő hét vasárnap, és az is adja a világbajnokság. Nyáron a VKSF kettlebell bajnokságán vettünk részt, világbajnokságán. Nagyon jól éreztem magam, mindenki nagyon ügyes volt, és tényleg egy nagyon jó verseny volt, nagyon jó csapattal. Most pedig jövő hétvégén egy másik szervezetnek a világbajnokságára megyünk Ceglédre. Itt egy kicsit nagyobb lesz a tét, nehezebb a mezőny, de nagyon remélem, hogy mindenki meg fogja tenni, amit tud, és jól fog mindenkinek sikerülni. Úgyhogy mindenkinek szurkolok, és hajrá! A nagyon szép eredményeket a kitartásnak és edzőiknek köszönhetik a fiatal sportolók. Kívánunk nekik további sok sikert!